A Pappapia bár egy 2017-es film, de sose láttam, sose érdekelt. Már csak azért sem, mert erős áthallása van a Mamma Mia-val, amit utáltam, mert úgy éreztem, hogy kegyetlenül alázza az Abba világklasszis slágereit. Na mindegy, szóval itthon ücsörögve úgy döntöttünk az Otherworld-del, hogy megnézzük. A filmnek 10 perc kellett ahhoz, hogy meggyőzzön engem arról, hogy itt a helye ebben a rovatban. Az áthallás a Mamma Mia-val pedig nem véletlen. Elvégre valahol ugyanazt a hedonista, jobbára hippi életmódot promózza, csak ezúttal régi magyar slágerekre támaszkodva. Viszont egy akkori portál úgy nyilatkozott róla, hogy ez minden idők legjobb keddi nyitónapja. Persze filmpremier szempontból. Ez csak azért fura, mert a bemutatók csütörtökönként vannak, szóval ügyesen pozícionálták a filmet keddre, mivel aznap valószínűleg csak a Papa Piának volt premiere. Na mindegy, ne húzzuk tovább az időt, vágjunk hát bele a Papa Pia című filmbe. Ó, hát egyenest a közepébe. Végül is minek húzzuk az időt. A nyitó jelenetben jetskiző csajokat láthatunk, csak hogy előmelegítsük a Dolce Vita érzést. Szia, Laci! Perceken belül forgatjuk a Korda klipet. Szóval Korda Gyurival készülünk klipet forgatni. Dehogy is, nem is vezetheti a csónakot, nincs is engedélye a Dunára. Akkor mibe, hogy elindítja a motort? Lám, lám, mi meglepő. Amúgy ez most mi a franc? Korda Gyuri megy megdugni őket? Szép az idő, Gyuri, száz evező, csattog a vízben már, énekelik a szám. Jó ég, azért ez a film mindjárt az első percben bepozícionálta magát úgy 20 évvel ezelőttre. Művész úr! Azonban állítson a motor! És a csomból csattog száz. És ez vicces, mert ők öregek? Vagy Kordáikat ennyire nevetségesnek érezték a készítők? És ennyi volt Kordáék szerepe? Hát ez úgy kellett, mint egy falatkenyér. Na szóval váltunk egy random koncertre a híd alá. De gyorsan el is megyünk onnan, és megérkezünk egy csónakházba. Papi! Papi? Papi egy csónakházban lakik? Papi? Ezt a helyet tehát már rég nem látogatja senki, majd... Mi van? Mit akarsz? Ez egy csöves. Nagyapámat keresem. Rajtam. Övé ez a hely. Akkor mondd meg neki, hogy beállik a tető. Csókolom, Pancsi néni. Tomikám, évek óta nem láttalak. Hmm. Egy pillanatra azt hittem, hogy a nagyapád az. Pont úgy nézel ki, mint amikor még megvolt a motorja, meg a haja. Az vagy 40 éve lehetett. Hogy keverhetted össze őket? Tud valamit a papiról? Már vagy fél éve, hogy írt neked. Ja, levelet, Londonba. De mire az megjött, én már rég Amsterdamban voltam. Amsterdam. Martens Bakancs. Amsterdam. Ez mi volt? Szóval, hol van az öreg? Oké, szóval papit bedugták egy aranyalbum nevű otthonba, ahova nyilván csak aranylemezes rockstárokat küldenek. És nagy Feru a papi. Ez pedig egy milyen otthon? Puszi Marilyn. Csók édes. Na szóval jöhet egy kis... Meghívhatom a hölgyeket egy ebédre? Biztos megint főzelék van. Mit szólnának a hölgyek egy szarvasbélszínhez áfonyával? Két szarvasbélszín rendel. Én pedig kérek egy csülköt, péknémondra. És az áfonya szósz hol marad? Mi ez? Én is ezt kérdem. Normális kaját akarunk! És egy újabb telibe kurt feldolgozás mindjárt a 7. percben. Amúgy érdekelne, hogy ez a jelenet, meg úgy általában ez a teljesen öncélú szar akarja ezért hadd főzzek ma magamnak című betét, hogy kapcsolódik a film sztoriához? Vagy csak valaki emlékezett arra, hogy létezik egy ilyen dal, és hát akkor szuszakoljuk bele a film menzás jelenetébe? Mert az olyan vicces? Pff, na tovább. Ez hallatlan. Az öregek csak ne szórakozzanak. Váltunk hősnőnkre, Marára, aki húgával költözik egy fedél alá. Köszönöm, Mara. Te vagy a legjobb testvér. Minek neked ennyi cucc? 16 különböző szettet tudok úgy összerakni. Látszódjon, hogy csini vagyok. De nem Ribi. Először az egyetemre megyünk. Csináltam neked egy heti beosztást, itt van a tudótáblám. 22.00-tól 22.08-ig. Zuhany, te beírod, hogy zuhanyzol? Jó, ne az én részemet nézd.
Itt a tied. Te 22:10-től jössz, mert akkortól nincs meleg víz a bojlerben. Bocs, de ha alára akartam volna unni magam, akkor otthon maradok. Zita, anyáik nem azért engedték meg, hogy velem lakj, hogy állandóan bulisz. Én meg nem azért akartam veled lakni, hogy anyáik mindenről tudjanak. Érkezik Tomi az otthonba, és... Üdvözlöm, Pap Endrét keresem. Nincs látogatás. Csak beszélni szeretnék vele. Mondtam, nincs látogatás. Hívja már ki. Mit nem értesz? Nincs látogatás. Amúgy tényleg mi a szart nem értesz? Na de egy ilyen rock and roll vagabondnak csak nem mondják meg, hogy mi a pálya. Így belógunk az otthonba, és... Mi járatban, fiúka? Nem tudja véletlenül, merre lakik Pap Endre, melyik szobában? Mert a papi! Azt... 325-ös. Kösz. Ha máskor is jönnél ellenőrizni, csak gyere. Gerontofília. Fúj! Papi füvezik, majd... Ezerszer megmondtam, hogy itt nincs zenehallgatás! Akkor mire való ez a berendezés? Mi ez a szag? Ez mi? Muskátli. Azt hiszi, nem látom, hogy ez kender. Az nem illegális. Nem jó azzal díszíteni a szobát. Itt idős emberek vannak. Figyelmeztettem magát, ha még egyszer drogot vagy alkoholt találok a szobájában. Akkor mi lesz? Megveritek? Mióta ide került, csak a baj van magával. Igen? Akkor kirúg? Ne reménykedjen, ahhoz a maga fia túl sokat fizet. Stopp! Szóval papit minden randalírozása ellenére bent tartják, csak azért, mert a fia sokat fizet. Ez rosszabb, mint egy börtön. És ha jó magaviseletet tanúsít, akkor cserébe elmehet? Egy szobába rakatom a Kovács Pityuval. Az ágyba brunyálóssal! Boldog lesz maga, ha csak brunyál! Mert hogy szarik is. Váltunk Tomira, és... Elnézést! Nem tudja véletlenül, melyik a 325-es? Ó, bocsánat. 325-es keresett. Jó estét, Békés Csaba! Oké, stop. Ez egy öregek otthona, vagy elmegyógyintézet? Csak mert ha öregek otthona, akkor eléggé retardáltnak vannak beállítva ezek az emberek. Ha viszont elmegyógyintézet, akkor ahhoz képest elég könnyen mászkálnak ki és be az emberek. Mondjuk, ahogy elnézem, itt csak kiégett rockerek vannak. Mit akar üzenni ezzel a film? Na, mindegy, tovább. Tomikám, mi aztán? Papi, szia. Jöttem, ahogy tudtam. Azt mondtad, baj van. Baj egy fél éve volt. Most már katasztrófa van. Mit keresel itt? Eladtad a lakásod? Nem is annyira én. Inkább a bank. És apa bedugott ide? Miért nem léptél le? Hova? Most mondta, hogy már nincs meg a lakása. Vagy még a híd alatt is jobb, mert az olyan rock'n'roll. Motorral vagy? Ja. Vágd meg a kapuajban! Na szóval a papival épp meglógni készülnek, sikerül is, majd váltunk Stól Andrásra, aki itt a negatív hős. Bocsánat, Oszkár, a hölgy a pultos állásra jelentkezik. Jaj, de jó, hogy ez segítségedre lenne szükségem. Beszereltettem ilyen rezgő lapokat a rudak alá. Hogyha borozgatnál, melyik fenekét nézni szívesebben? Oké, tehát ő Oszkár, a szexista paraszt. Kettes, négyes. Miért? Több izom, kevesebb műanyag. Kettes, négyes, marad! Munkaruhát is kapunk. Neked ez a munkaruhát, kicsim, és nem is áll rosszul. Mondom, hogy szexista. Nők. Te más vagy. Te okos vagy. Mert tudsz számolni? És mégsem vagy ronda. Ja, és az a férfi is ritka, aki jóképű mégse ver nőket? Mert a sztereotípia legalább ennyire eleven. Hadd mutassam be, Sissit. Négy nyelven beszél. Ne beszélj. Húzd le a cipzelet. Ne vesztegessük már az időmet. Nagyon jó referenciái vannak. A pultban nekem csöcsök kellenek, és nem referencia. Igen, értettük. Cicik, csöcsök, seggek. Épp csak nem kurvákat keres Oszkár a szexista. Lapozhatnánk végre? Vagy neki tényleg ennyi a karaktere? Na szóval Tomiék visszamennek a csónakházba, ahol találkozunk egy régi baráttal. A legjobb cimborák voltatok. Ja, akkor megtudtam, hogy elmegyek. Hozzám vágott egy széket vasból. Hey! Na most ezt miért kellett? A film megfosztotta magát egy burlesque poéntól. Te meg mit keresel itt? Papi hívott, hogy baj van. És azt nem mondta, hogy az aranyalbum otthonban van? Vagy honnan tudtad, hogy baj van, ha a levél, amit küldött neked, Angliába ment, te pedig Amsterdamba voltál? Privát táncos lányok. Jacuzzi. Alig vízezett sör. Mindenki ide akar majd járni. Itt vázoljuk Oscar nagy volumenű tervét, ami egyúttal a film konfliktusa is. Itt lesz az új irodád. És miért vagyok Tangában?
Ez csak kósza ötlet volt, de nem ragaszkodom hozzá. De nézd csak, itt vagyok én. Ezek a bábuk minek kellettek? Vagy ez poén volt? És mi lesz ezzel? Ez a probléma. Papi, nem adhatod el a csónakházat. Itt nőttünk fel. De csak ne beszélj a nevemben. Papi, itt nőttünk fel. A ne beszélj a nevemben, majd elmondom ugyanazt, amit te, klisé. Itt tanítottál meg evezni. Meg piálni. Nem tudod, hogy kell inni? Itt voltam először nővel. Én meg itt kukkoltam először Tomit egy nővel. Tehát nem is a nőt kukkoltad, hanem Tomit? Ha! Gay! A lényeg, hogy nem adhatod el. Ki mondta, hogy el akarom adni? Akkor ez a párbeszéd mire épült? Ledózeroljuk és kezdődhet az építkezés. Meg tudod venni? Évekig könyörögtem a vén hippinek, hogy adja el nekem a csónakházat. De most megtudtam, hogy van egy hatalmas adóssága. Egy iszéri-picéri kis adósságom. Mennyivel tartozol? Mennyit van? Semmennyi. 3 éve az utcán zenélek. És ezért mentél Angliába és Hollandiába? Mondom én, hogy ez a film egy ilyen romantikus rock'n'roll érzést akar átadni. Komolyan, legyünk túl rajta. Oké. Nyugi, fiú, senki nem üt meg senkit. Nem azért hívtalak benneteket, hogy bunyózatok vagy pénzt adjatok. Akkor miért kérdezted, hogy mennyi pénze van Tominak? Na szóval ezek ketten nincsenek jóban, a csónakháznak adóssága van. Összehívjuk a haverokat, mi állunk egy jót. Aztán a saját kezemmel dózerolom le a helyet. Az, hogy ledózerolod. Nem fogom nézni, hogy másé legyen. Micsoda bulik voltak itt. Ti itt bulisztatok? Megvesszük. Most mondtad, hogy nincs pénzed. Szerzünk pénzt. Mondtam, hogy ne beszélj a nevemben. Csinálunk egy tuti kis romkocsmát, ha? Én nem csinálok veled semmit. Megint behűjítesz valamivel, aztán lelépsz. Jól van, értettük. Tomi lelépette meg, Pipa vagy. Ugorjunk már erről, ha lehet. Kocsma! Na, ugrás! Szóval ide hívtuk a haverokat, akik között ott van Tomi öccse is. Tomi! Hey, öcsi! Gyere ide! Sokáig maradsz? Hiányoztál. Szerusz, Tibó! Tomi mondta, hogy lesz valami állatbuli. Hol? Itt. Csak még van egy kis dolgunk, gyertek. Tehát ők fognak dolgozni, persze ingyé, Tomi meg dirigál. Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza. Indulj hát, együtt megyünk, szép a reggel, és erre semmi nem jár. A derdő minket jár. Indulj hát, együtt megyünk. Jobbra tedd le a csónakot, szék az nem kell. Dolgozzál! Lapátold a földet, bazd meg! Az világos, hogy a Papa Pia magyar slágereket kareókizik, de most komolyan, kritérium volt, hogy csak 30 évnél régebbi számokat választanak betét dalnak? Ha már fiatalokkal töltik fel a filmet, és üvölt a hedonizmus a vászonról, akkor nem lehetett volna valami modernebbel, vagy rokkosabb témával előállni? Tudom, genyó vagyok. Ez drónról nézi a felvételt? És szalsza, mert az olyan fiatalos. A daloknak köszönhetően a nyugdíjas korosztály már velünk rezonál, ideje a fiatalokat is megszólítani. Kocsma? Mi az, hogy kocsma? Hát egy helyfőnök. Kus! De ez tegnap még csak egy csónakház volt. Nyilván megpróbálnak összeszedni egy kis pénzt, mielőtt lejár a határidő. Mi van, ha az áverésik összeszedik a pénzt és kifizetik a tartozást? Gondolom, ha van bevétel, azt rögtön el is isszák. Na szóval a romkocsma potenciális probléma, így Oszkárék cselekedni kényszerülnek. Ami ma még romkocsma, holnap már csak rom legyen. Felleged egy bunkó, le kell lépned. Nézi megbecsül, és jól fizet. Mióta érdekel téged a pénz? Azt hittem, hogy valami emberjogi izét akartam volni Londonba. Ez olyan, mint a Terrorbolygóban Sherry karaktere, aki rúgtáncos, de állatorvosnak készült. Lol. Az lett belőled? Francos orvos. Szóval azért dolgozol, hogy tanulhass, és azért tanulsz, hogy dolgozhass? Ez nagyon-nagyon beteg dolognak hangzik. Ez egy tervnek hangzik. Jó lenne, ha neked is lenne. Oké, tehát a hugi a hippi, és... 9-kor elkezdtek sminkelni. 10-kor lemegyek a vévbe, és felcsípek egy pesti pasit. Pesti pasit? Ezt jól hallottam? Ma este végre a sarkamra állok. Az lesz a program, amit én akarok. Elég a sok okos vég... És ismét kapunk egy teljesen jelenet idegen és nélkülözhető zenei betétet. Szóval, ugrás! Először is szeretném mindannyiatoknak megköszönni az ingyen melót, királyok vagytok!
Nagyon kevés időnk van, és annak az üvegnek ott a kalitkában meg kéne telnie pénzzel. Mégpedig nagyon-nagyon sok pénzzel, úgyhogy piáljatok és tejeljetek. Na itt azért több kérdés is felvetődik. Szóval Tomi ingyét dolgoztat a haverjaival, majd még ők fizetnek érte? Meg amúgy honnan a búbánatból szereztek ennyi italszponzorációt egy nap alatt? Na mi van, nem jöttök? Sorry gyerekek, az alfai meg halott. Mi baj van? Csak hogy tisztázzuk, ezt papi miatt csinálom, nem miattad. Tudom. Bulizhatunk, piálhatunk, együtt lehetünk, de nem zenélünk többé. Ez a srác Tomi haverja, ugye? Halljátok, Tomi az öccsével nem beszél ennyit egész film alatt. Értek mindent, meghalt a mamát, hülye volt az apád, de én itt maradtam. Azt mondom, sajnálom, hogy segít? Ha ezt összehozzuk, megint lelépsz, igaz? Nem tudom. Én meg újra elhiszem, hogy van zenekarom, meg barátom, aztán itt vonatok a szarba. Az eddig elhangzottak alapján ez a Tomi tényleg egy szaralak. Ki kell mennem? Fiúgy, nem egyértelmű? Manapság nem lehet tudni. Papírószer zselé köllé. Csak brunyálnom kell. 3 kiló. Mennyi? A minőséget meg kell fizetni. Jól lehúzzátok a haverjaitokat. Na lássuk a minőséget. Hé! Ám, és most nem tud visszamenni. És ezek után a női bevizel? Hiányoztál, ugye tudod. És apának is. Azt képzelem. Beszélned kéne vele. Azt hiszi, miatt teléptél le. Igaza is van. A fenét. Te csak olyan akarsz lenni, mint a papi. Mert a papi idáig egy kikúrt példakép. Zenész lettél, mint ő, motorozol, mint ő, és leléptél, mint ő. Mik ezek, Peti? Csöcsök? Ó, tényleg is újabb csöcs poénok. Jók lettek a cicik. Pöcsi, hogy is állsz a csajokkal? Ja, hát most éppen nincsen csajom, de... Figyelem! Az öcskös ki kéne okosítani kicsit csajozásból. Jó. Mert a nézőség ajánlás. Ó, anyám, borogas. A csajozás olyan egyszerű, mint a biciklizés. A lábad közé kapod, és jól megtekered. Csaj, papi. Kicsi lány, ó, szia, hello. Na, egy Fluor Tomi szám. Csak vannak slágerek a rendszerváltás utánról is. Ja, tévedtem. Ez egy zenei jegyveleg. Akinek nem vagyok más, én csak a szíve csücske. Egyszerű. Ó, oh, és itt is van a szegény ember Fluor Tomia. Amúgy szerintem ezzel inkább beégetik szegény Tomi öccsét, és nem segítenek rajta. Nem tudom elmondani, hogy mennyire szerelmes vagyok beléd én. Na, ugrás. Ja nem, itt jön a konfliktus. Mara. Hello. Ó, oh, tehát ezek ismerik egymást. Akkor Mara lesz a Love Interest. Képzeld, a srácokkal felfuttatjuk a csónakháza. Hű, de jól nézel ki. Kösz. És van engedélyed? Mi? Engedély? Jézusom, a zsaruknál vagy? Én vagyok az ügyvezetője a plázsnak, a Uber-nek és a Vérnek. És a főnököm nem igazán örül neki, hogy itt vagytok. Szóval te egy mafiózónak dolgozol. És beperelem azokat, akik mafiózónak nevezik. Attól, mert nem úgy hívod, attól még az? Mondd meg a keresztapának, hogy mi maradunk. És hogyha ez nem tetszik neki, akkor nyugodtan küldjön egy lófejet, oké? Okay? Az elosztó, amit használtok, történetesen a mi területünkön van. És citromos? Faszikám, mit kell bunkózni, csak egy citromos sört kért tőled. Fiúk, indulunk! Oké, szóval engedélyre van szükség, Mara és Tomi között pedig ellentétek húzódnak. Könyörgöm, csak egy kis időt adjatok. Szerzünk engedélyt, meg mindent, ami kell, ígérem. Bár tehetném, de ez üzlet. Semmi személyes. Ez az! Aramszünet, 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 hup! Aramszünet. Hé, gyere, mesélj csak! Ki volt ez a csaj? Tomi öccsét nem az imént táncolt a körben 4 laza erkölcsű hölgy? Akkor miért nem velük foglalkozik? Örök szűz. Menjetek vissza, mindjárt jövök. Psz. Te mit csinálsz itt? Követtelek. Megmondtam, hogy nem jöhetsz velem. Ezért követtelek. Parád és párbeszédet hallhattunk Mara és húga között. Na de halljuk, mi van Mara és Tomi között. Tipikus tréber. Állandóan valami zűr volt vele. Be se járt az órákra és viccet csinált mindenből. Állandóan játszott az elérhetetlen, de közben még minden poénomor örülött. Akárhová mentem, mindig belébotlottam. Alfa Hímek koncert volt. Jut eszembe ez az Alfa Hímek nevű zenekar, nem nagyképű egy kicsit? De úgy hajtott a hülye motorjával, hogy rosszul lettem, és meg kellett állunk egy padnál. Nem sokat beszélgettünk. Egy hamburgi banda pedig pont gitáros keresett. El sem búcsúzott. Meg sem próbált visszatartani. Te kamatyoltál egy padon? Úristen, de büszke vagyok! Nem kamatyoltam. Már kezdtem azt hinni, hogy leszbi vagyok. Szerintem mind azt hittük. Mit csinálsz?
Kit vittelem? A csajok mind azt hiszik, hogy szűz vagy. Megőrültél? Viccelek. Kit vittelni olyan 21. századi és pesti dolog a vidéki lány számára, ugye? Ugye? Nincs olyan, hogy velünk. Tudom, hogy van ez a káposztás dolog, de nem minden kapcsolat káposzta. Lehet, hogy ti instant leves vagytok, ami pont felmelegítve jó. Ki írta ennek a szövegkönyvét? Mert szó se róla, van egy humora. Elringattad a szívemet minden jóval, csupa vágyteli színes szóval. Marad, arra fakad a random tűztáncosok között, de legalább Ostorházi Bernadettnek jó hangja van. Én nem leszek sohasem a játék szeled. Ettől függetlenül ugrunk. Másnap be vagyunk baszva, be vagyunk kurva, és a random láma mindig vicces. Ez ki? Manuék a papinak adták a lakbérüket, úgyhogy beköltöztek. Ne, ez az. Az egy láma. Ádám még szereztek ingyen hangcuccot, de csak úgy, ha 3 napig vigyázunk rá. Beszélnünk kéne arról, hogy ki mindenki lakhat az ingatlanban. Problémák a hippi életmóddal. Nem is értem, ez a film alapvetően a csöves életmódot promózza? Oscar a parton motoszkál, majd... Gyökér dolog egy gyerekkel szórakozni. Hát te ki vagy? Zita, megpaskoltad a fenekemet. Nem emlékszem. Ja, erre az arca már emlékszem. Stop! Tovább. Szóval Tomi öccsét Petinek, Marahugát Zitának hívják. A jövőben csak így fogok hivatkozni rájuk. Pancsikám, reggeliznénk valamit a fiúkkal. A szokásosat? Amilyen csak te tudsz, gyönyörű. Üveges sört. Fizetni ki fog? Hát írd a számlámhoz. Az már 10 éve betelt. Hát akkor írd valaki máséhoz. Kora reggel sör. Promotáljuk már az alkoholizmust is egy kicsit. Amúgy tök fasza, hogy senkinek nincs egy buznyákja se, mégis királyként élnek. Mondom én, hogy ez a film a hippiséget reklámozza. Bebuktuk. Áram nélkül nem tudunk kinyitni. Basz, szerezzetek már egy kurva aggregátort. Kérhetnénk kölcsön. Te ismersz olyat, akinek még nem lógsz? Hát te ismernék olyat, akkor már rég lógnék neki. Csoda, hogy papit még nem nyírták ki. Kérhetnénk apától. Nem. Apádnak én sem adtam soha semmit, és nem is vártam el tőle soha semmit. Csupa mint a férfi. Ezt a filmet a BMW szponzorálta? Tomi motorja is BMW, ez egy elektromos BMW. Ezeket a cégeket szponzoroknak hívjuk! Hoztam néhány aláírnivalót. Na drágám, nem most. Szép az idő, szép a hely, szép az élet. Milyen tudsz egy kicsit ellazulni? Nagyon baba. Ezt is elszúrtad. Persze. Néha én is lazíthatok egy kicsit. Oké, szóval kezdetét veszi a távolsági rivalizálás, majd... Hától ez lesz az új munkaruhád. Nem. De, hozzatok neki egy italt. Sex on the me. Jézusom. Nem te mondtad mindig? Egy nő egy estére. Vadmacska, 2 éjszakára. Vasmacska. Ez a film valami kibaszottul szexista és sztereotíp. Ez senkinek nem tűnt fel a forgatáson? Sziasztok! Hello. De jól nézek. Srácok, ez kamu. Egy csaj se köszöni így egy srácnak. Ja, de várjunk, Tomi rockzenész és BMW motorja van. Akkor de? Igaz, hogy nem iszom alkoholt, de miért ne kezdhetném délelőtt 10-kor? Na gyerünk. Hova? Szerzünk áramot. Mi is kellünk? Ne, ti ne. Na szóval elindulunk áramért a szomszédba. Szevasz, Arnold. Gyertek be, tisztok valamit? Nem, kösz. Igazából csak köszönni akartunk. Ez a Peti véletlenül nem meleg? Úgy hallottam, hogy valami gond van az árammal. Esetleg megbeszélhetnénk? Majd küldök át gyertyákat. 3 nap múlva már lesz áram, addig is azt... Addig bizony sötétben lesztek. 10 évvel ezelőtt szét kellett volna kapjam azt a mennyét képedet! Csak higgadtan. És ha fizetnének az áramért? Mert ez eddig senkinek nem jutott eszébe. Jó. 10 millió! Ám arra nem egy mafiózó a főnököd. A jó indulatomért! Tudnilik, ez egy nagyon-nagyon drága jó indulat. Jó, tudod, mit versenyezzünk? Mi? A mi csónakunk a te csónakoddal. Hát most megnevettettél. Azt nem csodálom, ez egy hülye ötlet. A Porsche 911-es a gyerek Cadella. Stop! Oscar motorcsónakjának Godfather, vagyis keresztapa a neve. Na, Mara, hogy is állunk a munkahelyeddel? Ha nyerünk, visszaadod az áramot. És ha esetleg valami totális véletlen folytán én nyerek, akkor mit kapok? Tied a csónakház. Mi?
Nyugi, kölyök! Tényleg eszméjeket! Mi papi, el fogjuk veszíteni a csónakházat! Három nélkül is elvesztenünk, de ez legalább egy jó buli! Ez igen rizikós, de a buli mindenek előtt. Ugye, papi? Még jó, hogy miattad csinálták ezt az egész csónakházi hacacárét. Jó. Versenyezzünk. A híd melletti bóját megkerülve itt a cél! Szóval elkezdődik a verseny a Neoton egyik ikonikus dalával a középpontban. És... és Oscar cicázik versenytársaival, majd... ó, és félrerántja a kormányt. De Tomiéknak itt mi volt a terve? Hogy Oscar egy balfasz és nem tudja vezetni a motorcsónakját? Na szóval Tomiék nyertek, tehát kérjük a díjat. Akkor visszakapjuk az áramot? Milyen áramot, kisgyerek? Megegyeztünk. Azt mondtad, ha nyerünk, visszakapcsolat. Nem, azt te mondtad. Én azt mondtam, hogy... jó, versenyezünk. Nem ezt mondtad, hallgassuk csak vissza. És ha esetleg valami totális véletlen folytán én nyerek, akkor mit kapok? Tied a csónakház. Jó, versenyezünk. Persze értem én, hogy a film arra épít, hogy Oscar egy genyó, de engem nem vernek át. Majd küldetek át jegyeket az esti bulira. Rohadt életbe. White party lesz. Belépés csak fehérben. Oké, stop. Térjünk csak ki egy kicsit Mara karakterére. Ki ez a nő? Milyen szálak fűzik Tomihoz? Attól, mert eldaloláztak egy nótát kettejük hátteréről, attól még rohadtul nem lett mélyebb Tomi és Mara love story-ja. Viszont az teljesen egyértelmű, hogy Marának egyáltalán nem okoz problémát egy mafiózónak dolgozni, szóval most komolyan szimpatizálnunk kéne Marával? Vagy drukkolni azért, hogy összejöjjenek Tomival? Bocsánat, de én ezt rohadtul nem értem. Na folytassuk. Mit csinált a csónak motorján? Jaj, nyugi, csak megbütyköltem egy picit. Jó ég, random motorkilopás. Megöllek! Ide! De legalább a BMW motorral verték el Oscart. Ezeket a cégeket sponzoroknak írjuk! És a random láma mindig vicces. Tomikám, mi ez? Egy gitár. Semmi. Na mi van, Ádi? Eltörtük a gépét, de a csóka egy szent. És hacker is van a hippik között. Biztos van egy másik gépe is. Ha nincs online, akkor nem férünk hozzá. És akkor hogy lesz áram? Marad az ősi módszer. Most már... easy. Abba hagyhatom. Dinamo. Inkább szereznétek be egy szájba vert aggregátort. Fafejek. Na szóval irány a White Party, és... na kezdjétek el, addig én megpróbálom megtalálni vízilaptokját, oké? Okay? És jöhet egy kis elterelés. Bocsi, ne haragudjatok. Tudnátok segíteni? Csak nem szeretném, hogy gond legyen. Ez... fehér, vagy inkább ekrű? Nem, ez fehér. Ez inkább bézs. Jó ég, ez a film keményebben tárgyasítja a nőket, mint a Szodoma 120 napja. Szia, mi is eljöttetek? Aha. Zita vagyok. Miután találkoztunk a parton. Aha. Elég nagy paraszt ez a vízi, nem? Aha. Vagy valami beszédes film, igaz? Aha. Az jó, hogy indumálok neked, csak a házni kell. Aha. Ez a Peti nem meleg, hanem retardált. De legalább pesti srác. Jaj, ezt ugye nem fogják erőltetni. Induljon a bonszáj, essen szét a ház, legyen urrá rajtunk az aktuális láz. Induljon a bonszáj, essen szét a ház. Én nem vagyok Ákos rajongó, de ez a szám történetesen az ő előadásában ezerszer ütősebb. Kiszolgálják az ízlésedet, induljon a bonszáj, essen szét a ház. Tomi elbassza az akciót, de legalább megtalálja Oscar laptopját, és mehet az adatmentés. Valahonnan innen jött ki. Meg mit csinálsz itt? Mi? Mara bejutott, de a biszti őrök nem. Csomó érdekes dolgot találtam a főnököd laptopján. Gondolom ez megér neki egy kis áramot. Ez nem is az ő gépe. Tényleg? Hanem ki? Mara, te miről beszélsz? Jó, szólok az őröknek. Valami a súlya, hogy nem fogsz. Fiúk, itt vagyok! Hiányoztál, Mara? Ez most mi? Az eddig látottak alapján Tomi vonzalmát semmi nem indokolja. De legyünk erősek, Maráét se. Mara, itt vagy! Csak azt akartam mondani, hogy itt megnéztem. Nincs senki. Gyerünk tovább. Hogy mer egy csapat légszar megzsarolni engem?
Amúgy szó se róla, Stól András legalább elemében van ebben a szerepben. Na, hát ezen nincs semmi. Na, szóval a lopott adatok között nincs semmi terhelő, de Tominak van egy ötlete. Van egy ötletem. Ó, és irány az apuci. Dobó Kata. Látom, erre a filmre aztán összeszedték a magyar celebgárda színejavát. Apámhoz jöttem. Nagyon fog örülni. Tényleg? Ezt elhiszem. Elnézést, doktor úr, egy... És az apuci egy bürokrata, aki része a rendszernek. Szia, apa. Megbocsátanok, uraim, folytassuk inkább később. Elég meglepő. Azok után, hogy 3 éve nem hallottam felőled semmit. Bajban lettem volna, akkor hallottál volna rólam. Ezek szerint most bajban vagy. Nem én, hanem a papi. Ez nem újdonság. Mikor nincs ő bajban? El fogja veszíteni a csónakházat, tudod? Ez sem túl meglepő. Miért vagy te ilyen rohadt cinikus, mi? Oké, szóval lenézzük aput, amiért beállt a rendszerbe, de a tőke hátterét szívesen megcsapolnánk. Ugye? Nem fizeti a számlákat, nem fizet adót. Próbáltam segíteni neki. Nem lehet. Elveszített a lakását, a bútorokat, mindent. A csónakházról van szó. Az fontosabb, mint a lakás. Csináltunk belőle egy tök jó romkocsmát. Nem akarod megnézni? Ez az, amivel mostanában bolondítod az öcsédet, ugye? Na látod, pont ezért mentem el. Ez a lekicsinylő nézésed, ez, hogy én bármit csinálok, az nem jó. Hát ez nem csak az apád gondolja így, de a haverod is, Mara is, ráadásul nincs telenül jöttél haza, szóval igen, Tomi, nem vagy a sikerviasz szobra. Na jó, azt hiszem, kár volt ide jönni. Mennyi pénz kell? Most ez komoly. Egy feltétele. Visszajössz, és elvégzed az egyetemet. De ez a te mániád, nem az enyém. Mégis mi az akarsz kezdeni? Zenész vagyok. Annak se túl sikeres. Szóval az egyetem az egyetemes ellenségkép ebben a filmben, és jöhet is Máté Péter dala. A legszebb híd a folyó nélkül, mondd mit ér? És a tűz a meleg nélkül, és a leány fiú nélkül, mondd mit ér? Mik ezek a flashmobok? Ezek a koreográfiák csak erre épülnek, hogy random emberek nekiállnak táncolni? Ó, nem! Tudjátok mi ez? A burzsujok, a munkások, a rendőrök és a hippik együtt flashmobolnak a szabadban. Hát van itt üzenet? Random láma mindig vicces. Na szóval visszajön az áram, valahogy, mert gondolom a fater nem 10 millát adott Tominak. Visszajött az áram. Mit mondtál Vizinek? Semmit. Majd Marát látjuk futni, és... Mindjárt visszahívom. Ezt direkt csináltad? Mit akarsz? Megköszönni. Mit is? Hogy a főnököd visszaadta az áramot. Hívd, megzsaroltad. Azon a pendrive-on nem volt semmi, ezt te is tudod. Akkor hogy jött vissza az áram? Semmit nem változtál. Nincsenek terveid, azt se tudod, mit csinálsz a jövő héten. És hogy álltok a pénzzel? Ha újra kinyitunk, akkor meg lesz. És akkor gondolom megint elmész. Nem tudom, mert... Jézusom, ennek a Tominak tényleg nincs terve. Mennyi az a motor? 5 millió. Ez a motor 5 millió? Mi a franc került ezen 5 millába? Ha eladnád, simán kifizethetnéd belőle az adósságot, de ez neked nyilván eszedbe se jutott. Mara az a motorom. Oszkár! Hello. Erről beszélek, gyerekek, ennek a Marának nincs egy követhető gondolatmenete. Megköszönte az áramot. Tényleg megtalálta a cinkes számlákat? Hát, nagyon úgy tűnik. Ja, hogy Mara zsarolta meg a főnökét, hogy Tomiék visszakaphassák az áramot. Akkor ez is pipa. Csajok, ő az, a pesti pasim. Életem szerelme. Peti, te pancser. Mit csinálsz? Marketing, barátom, marketing. Az az asztal már 4-szer volt brunyálni. Ja, mert a csobogástól húgyozási inger alakul ki. Remek. Az remek. Mondom, mi a szitu? Az üvegünk még mindig nem telt meg pénzzel, elég kevés időnk maradt, úgyhogy azt szeretném tőletek kérni, hogy piáljatok jó sokat, meg fizessetek jó sokat. Ja, pénzt költeni, király. Apahímek! Mert a nézését a járását. És előre félek, hogy ezt a számot még el fogják játszani valamikor a film során. Oké, szóval a bevétel a csónakházra megy, tehát ezek itt most ingyé dolgoznak? Csak azért, mert Tomi azt kérte tőlük? Ez az erő soha ellen búj. Ó, és Peti és Zita kavarnak, de lebuknak. Beszélhetnék a hovommal? Nyugi, nincs para. Sajnálom, de tudom, hogy szórakozni akarsz, de annyi más hely van mi. Na. Sajnálom. Tényleg, csak végre szóba állt velem egy pesti pasi. Mi a fasz? Na stop! Komolyan így képzeljük el a vidéki lányokat? Hogy istenítik a budapesti férfiakat? Mennyire lesújtó vélemény ez a vidékiekkel szemben? Annyi pasi áll veled szóba, amennyit csak akarsz. Ők a legegyszerűbb lények a világon. Ha te mondod.
Ezt nem én mondom. Ez tény. Ja, hogy ez tény. Mindjárt más. Bár én olyan irodalmat, ami ezt tényszerűen állítja, még nem olvastam. De ha te mondod, Mara. És zenei betét? Mi újság? Itt a cicuskát. Nem, még nem alszom. Még ébren álmodozom. Hogy miről? Azt neked tudnod. Mi újság? Na szóval túl vagyunk egy újabb atomfölösleges és jelenetidegen zenei betéten, mert a Miu Mi Újság című dalt nem értem milyen céllal énekelte el Mara, de amennyire random volt a Winner Takes It All a Mamma Mia-ban, úgy a Papa Piától ezt már számon se kérjük. Ja most nappal van? A Csónakház egy nappali diszkó? Most kéne abba hagyni. És dalból dalba váltunk. Mi a franc történik ebben a filmben? Ezek a számok nem következnek egymásból, a gerinc történet pedig egyáltalán nem mutat semmilyen rezonanciát a két szereplő között. Úristen! S kimondanunk azt, hogy éveled. De legalább a Torma reszeldében kötünk ki, ahol is megkapjuk a szex jelenetet. Szóval jó mélyre, igen úgy, mindjárt elmegyek, mindjárt. Istenem, pont erre vágytam. Hát igyekeztem. Nem akarok mindig azon görcsölni, hogy mi lesz. Nem akarom, hogy ígérges. Nem akarok folyton tervezni, vagy reménykedni. De amit akarsz? Ezt a szobát akarom. Vagy ezt az ágyat akarom. Amire egész film alatt nem utalt se a viselkedésed, se az életstílusod, se semmit. De ha te mondod, Mara... Én meg a takaromat akarom. Én meg a sörömet. Szexelni és kukkolni vicces. Na, ugrás. Este? Este dolgozom. Talán prosti vagy? Dolgozz nekem. Azt nem tudnád megfizetni. Mondom én. Gyertek, baj van. Szóval baj van, és... És mennyi volt az üvegben? Majdnem a tartozás fele. Szóval a pénzt ellopták. Gyerekek, az hogy lehet, hogy egyikötök se vett észre semmi? Hát egész nap itt lógtok! Te tudtál erről? Mi? Mi? Véletlen, igaz, hogy pont akkor bukkansz fel, amikor végre megvan a pénz. Ugye viccelsz? A főnököd biztos büszke rád. Teljes melbedobással dolgozol. Ez fasza volt, Tomi. Nevelem, csak azt akartam mondani, hogy... Hogy lehetsz ekkora barom? Azért elég logikus következtetés volt. Na szóval ugyanott tartunk, mint a film elején, és a probléma is ugyanaz. Pénz kéne. De jó, hogy ilyen fordulatos problémákkal áll elő ez a történet. Tehát 24 óránk van arra, hogy összeszedjünk 4 millió forintot. Talán akkor pörögjünk fel! Több száz embert kell kiszolgálni. Ha nincs mit felszolgálnunk, akkor mi értelme? Ez itt a mi helyünk. Azt is megdumáltuk, hogy itt nem lesznek belépőjegyek, meg biztonsági őrök, meg egyenruhák, meg szaros egyenzenék. Könyörgöm, hogy szerezzünk egy bandát. Az alfa hímek. És az alfa hímek egy ennyire népszerű zenekar volt? Ha utoljára, akkor utoljára. De ma este szétcsapjuk ezt a helyet. Mondjátok el mindenkinek, hogy ma este lesz az év legnagyobb bulija. De édes! Gizinek hívják. Nem veszélyes? Ugyan, de hogy. Majd ha megnő, akkor bedobom a Dunába. Júj, de gonosz! Összejöhet neki? Kizárt. Ellopták a pénzüket, és nem tudnak italt venni. Ugye neked ehhez semmi közöd? Ismersz. Hogy kérdezhetsz ilyet? És az milyen üveg? Befőttes. A Csónakházból van. Ki mondja? Aha! Tettenérés! Aki nem vagyok tolvaj. Ez az én cipőm? Ugyan, dehogy. Ó, és a szexista pasiról kiderül, hogy homoszexuális. Ó, Istenem. Mara! Mara, várj! Velem lehet tárgyalni. Jó, add vissza a pénzüket. Inkább visszaadom az összes cipődet. Szóval Mara lekoccol, Tomiék készülnek a koncertre, majd... Egyre többen jönnek. Ne, vagy a Pia el fognak menni. Mi? Mondtam, hogy vegyetek annyi sört, amennyit tudtok. Miért? Annyit vettünk. És elfogyott a pénzetek, vagy mi? Tomi, baszd meg, ideig csak te nem dolgoztál, vagy költöttél bármire is. Szóval mit dirigálsz? Hívd fel! Kit? Kit. Hello, ez mi? Meghoztuk a sört, hova tegyük?
Milyen sört, főnök? A Vévbe rendelték, de Mara azt mondta, hozzuk ide. Szóval Mara, miután felmondott, átirányította Oszkárék sörkészletét a csónakházba. Mert ez így működik. Nem értem, miért nem mehetünk el a buliba. Ki kell költöznünk még ma? De fellép az alfa híme. Hagyd már abba. Na szóval Maráék lelépnének, és... Jól van, indulhatunk. És a Platón utaznának? Mi a franc volt itt a terv? Hová mentek? De érkezik Tomi. Húzzon bele! Hé, lassan! Mit akarsz? Bocsánatot kérni. Kár, hogy nem is tudod, milyen kár. Darabokra törted a szívem. Jóságos ég, Tomi haverjainak egyéb dolga sincs, mint hogy Tomi útját egyengessék. Szegény madarak. Hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál. Öreg, állat ez a cucc! Szánd meg hát, szomorú szíve. És újabb atomrandom emberek flashmobolnak. Na ezt majd a végén. Ugrás! És az alfa hímek dalra perdülnek. De érkeznek a sünök. Mi az, mi folyik itt? Bejelentést kaptunk. Milyen bejelentést? Drogfogyasztás. Illegális alkoholárusítás. Hogy lehettetek ekkora barmok? Hogy mindezt engedély nélkül próbáltátok üzemeltetni úgy, hogy Mara még a film elején jelezte is, hogy szükség lenne rá. Hát ennyi volt. Elmész? Nem akarom, hogy a papi végignézze azt, amit lesz. És visszajössz? Ne kérd, hogy ígérjem meg azt, amit nem tudok. Szóval nem. Srácok, Tominak ebben a filmben nincs karakterfejlődése. Mert sehol sem tudtam megnyugodni még. Ha nem lennék szabad, élni sem tudnék. Homok a szélben. Már kövéves is vagyok. Tehát Tomi és papi, ha szar van, csapott papot hátrahagyva lelépnek. De előtte tankolnak egyet. Ezek a csajok összekeverték a benzinkutast az inassal. A gitára... Ja, Istenem! Na persze, a csóró 60-as hippi levarja a beárazott 20-as csajokat, mi? Amúgy popcornt melyik benzinkútnál lehet venni? Szerintem neked haza kéne menni. Miért? Csavarogni csak úgy lehet, hogyha nincs hova menned. Te is leléptél, papi. Szeretlek, kölyök. Azt hiszed, a csónakáz miatt hívtalak? Azért hívtalak, hogy tudd. Tehát a papi lényegében lehúzta Tomit, majd most, hogy mindent elvesztettek, ott hagyja Tomit is. Ebben a filmben mindenki egy szar alak? Menj, az úton menj tovább. Na szóval a papi tényleg lelép a csajokkal, Tomi pedig visszamegy a bandájához. Jó napot, az árverésre jöttünk. Abban a teremben. Na szóval árverésre kerül a csónakház, Oszkárék pedig erre gyúrtak. Majd én. Köszönöm. 350 négyzetméteres, rossz állapotú, komfort nélküli ingatlan. Nyomjad, babám. Ó, és itt vannak Tomiék is, akik nem tudom, miből akarnak licitálni, amikor semmiük sincs. A fölött miért engedted be? Öt millió. A hölgy kínált 5 milliót. 5 millió egy. Az emelés minimuma 500 ezer forint. 5 millió 5. Emeld fel a kezed, kicsim, vagy eltöröm. 6 millió. 6 millió 5. 7 millió. 7 millió... Ja, hogy ezt is a haverok fizetik? Hát nem lennék Tomi haverja, ingem gatyám rámenne. 80 ezer... kb. Ez bőven fedezi a nagyapám adósságát. És kizárt, hogy ez másnak ennyit megérjen. 8 millió 100 ezer. 8 millió 100 ezer. Először... másodszor... Hát ezt benéztétek, de legalább nem költöttetek többet. Gyere már közelebb! Neked nem Bécsben kellene már lenned? És egyáltalán honnan volt pénzed? Eladtam a motort. Á, szóval Tomi is végre hajlandó volt áldozatot hozni. Csak van itt fejlődés. Este 7-kor vesszük át a csónakházat. És Oszkárék mennek átvenni a csónakházat. Lássuk hát. Levertétek a lakatot? Nem baj. Majd ezt is felszámoljuk. Esetleg üthagyhatnátok a hűtőt. Vagy nem is. Inkább ezt. Azt inkább tedd le. Miért? Mi lesz? Bunyó!
ennek semmi értelme. Mara, hívd ki a rendőröket, hogy betörők vannak a csónakházamban. Az én csónakházamban. Jó, akkor a miénkben. Nem. Csak az enyém. Ó, és itt a fordulat. Ugyanis én vettem meg. Az én nevem szerepel a regisztrációs lapon, az adásvételi szerződésen, és az én számlámról utaltam a pénzt. Honnan lenne neked pénzed? Visszavettem tőled, amit a fiúktól elloptál, úgyhogy sajnálom, de neked kell menned. Na, de fiúk, lányok, tudjátok, hogy ez mit jelent? Azt, hogy Mara lett a film hőse. Ő mentette meg a csónakházat, ő fizetett érte, tehát ő a naphőse. Jaj ne, ez a csóka csak ezt az egy dalt ismeri? És a bürokrata fater is bőrszerkóban adja vissza a motort hippi fiának. Gondolom, erre szükségem lesz majd. Köszönjük, akkor vége a filmnek. Á, nincs ekkora szerencsém. Na most jól értem, hogy Tomi az Alfa Hímek zenekaron keresztül aratja le a babérokat úgy, hogy amúgy Mara lett a film hőse. Újból itt vagyok, s újból az vagyok, aki voltam. Flashmob koncert! Ez de kínos. Kicseszett hosszú ez a zenei betét, szóval engedelmetekkel belenyúlok. Na foglaljuk össze. Mara és Tomi miért jöttek össze? Olyan szinten nem volt köztük kémia, hogy csak na. Tomi mindig ingyom-bingyomkámmal smárolt, Mara pedig mindig Oscarral cicázott. Szóval ez a szerelmi történet számomra egy rejtély marad. Ezek a koreográfiák lényegében csak flashmobok voltak? De ennek így nincs nagy jelentősége, ha simán csak egy musicalt csináltak volna a készítők, amiben egyszer, max. Kétszer flashmobolnak az emberek, akkor az úgy elmegy. De ez a random emberekkel eljátszatott nagyívű utcán táncolások csak arról árulkodnak, hogy a készítők ezen keresztül próbálták megszólítani a fiatal korosztályt. Mert a fiatalok csak a flashmobot értik. Nyilván azért kellett szalsza elemeket is beleépíteni a koreográfiába. Elvégre szexi és nagyon menő az ifjak körében. Más. Észrevettétek, hogy a film mennyire szexista volt? Ennyire egydimenziós karaktereket ritkán látni mozivásznon. Erre ékes bizonyíték volt Mara megjegyzése az egyszerű férfiakról, Oscar teljes szövegkönyve, illetve ezek az állandó melltartó mutogatások. Nem mellesleg, mivel a papapiát a Magyar Film Alap támogatta, hadd kérdezzem meg. Ez a NER álláspontja a vidékkel és Budapesttel kapcsolatban? Na. Sajnálom. Tényleg, csak végre szóba állt velem egy pesti pasi. Hogy bár Peti egy béna lúzer volt, de mivel pesti gyerek így alapjáraton nyert helyzetben van a csinos vidéki lánnyal szemben. Mert a vidéki lányoknak csak egy fővárosi pasi kell, mindegy milyen is az, ugye? Kordáék mert kellettek a filmbe? Valamint ez a hippi rock'n'roll életmód szembeállítása a nagy tőkésekkel szemben, akiknek a csizmatalpa sújtja szegény egyszerű lelkeket. Ezt is hogy gondolta a NER? Arról már nem is beszélek, hogy ez az öregek otthona erősen sértőn ábrázolja az ápolásra szorulókat. Amúgy meg papi életmódját meglehetősen szimpatikusnak mutatja be ez a film, de tanulságot nem rak mellé. Viszont figyeltétek a film címét? Papa Pia, vagyis Papi Pia. A papi piál. Tehát Nagyferú piál? Mi a fasz? Szóval nem értem, hogy alapvetően miről akart szólni ez a film. Mi a lényeg? Hogy éljünk bele a nagy világba, majd csak lesz valahogy? Főleg úgy, hogy bár Mara menti meg a csónakházat és lesz ezáltal a film hőse, mégis Tomit ünnepli mindenki. Bravo! És ne értsetek félre, nem a színész gárdával van bajom, mert látszik, hogy ők remekül érezték magukat a szerepükben, és tényleg nem ellenük beszélek. De ez a történet ebben a formában egészen egyszerűen sértő a nőkre nézve, sértő a férfiakra nézve, és nagyon torz keresztmetszetet mutat durván minden szociális rétegről. Mondjuk ki kell emelnem Tóth Zsolt operatőr munkáját, mert azt azért hagyjuk meg, képileg nagyon jól nézett ki a film. De a Papa Pia durván 3,5 millió euróból készült, érzékeltetésképpen ez mai árfolyamon úgy 1,2 milliárd forint. Lássuk, ez mit is jelent? A Control című film került 100 millió forintba. A Liza a Róka tündér, amiben volt animáció bőségesen, az 450 millió forintba került. A Made in Hungária pedig 690 millió forintba. Szóval kérdés? Mi a búbánatra ment el 1,2 milliárd forint? Mire, amikor az egész film egy csónakházban és annak vonzás körzetében játszódik? Fú, szóval fiúk, lányok, ez a film elképesztően méltatlanul kezeli a karaktereit. Torz üzenettel és gyenge történettel rendelkezik. A zenei betétek is sok esetben gyengébbre sikerültek, mint az eredeti művek, és megint azt mondom, hogy ez nem a színészek hibája. Egészen egyszerűen az van, hogy nekünk is kellett egy Mamma Mia. Foggal körömmel, ha belegebedünk is, de lesz egy Mamma Miánk.
lett is egy Mamma Miánk, de pont olyan, mint a filmben látott romkocsma. Ami mondjuk egy remek szinoníma. Gyenge lábakon áll, csak a gond van vele, és még a söre is vizezett. Ha tetszett a videó, akkor like, megosztás, feliratkozás, nyomja csengőre, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról, ha pedig támogatni szeretnél minket, illetve szeretnéd korábban látni a tartalmakat, akkor várunk szeretettel a Patreonon. A jelenlegi Patreon támogatóknak pedig most is, mint mindig, végtelenül hálásak vagyunk. Na pacsi, sziasztok! Kicsi lány, magamat kigúnyolom, ha kell. De nem kell.